Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok, hölgyém és uraim! Nemrégiben ugye csináltam egy videót arról, hogy a Bungie és az Activision szakítottak, a vége nagy szerelemnek. A Destiny 2 pedig a bungie -nál maradt. Na most, utólag kiderült, hogy ez azért nem biztos, hogy túl ez szerencsés az Activisionnek. Úgyhogy ebben a videóban kicsit kibeszéljük, hogy milyen lenne egy világ az Activision nélkül. Ugyanis jól olvassátok a címben. Előfordulhat, illetve nem előfordul, úgy néz ki, hogy az Activision nyomozás alá kerül csalás miatt, és hát hogy is mondjam, nem túl legális uh, üzletpolitika miatt. Mindjárt rátérek a részletekre, illetve a részletek még egyelőre egy kicsit ködösek. Gondolom, amikor már tisztázódik az ügy, ez az egész dolog körül, akkor fognak konkrétabb információk napvilágot látni, mivel ugyanis úgy néz ki, tehát egyelőre, hogy az Activision viszonylagos bajban van, ugyanis a részvényeik az uh, elmúlt évben elég nagyot estek. Továbbá, amikor kiderült, hogy a Bungie elmegy és viszi a Destiny 2-t, valami újabb 10%-ot esett a részvényeik. Van uh, probléma az Activision háza táján, ugye Activision Blizzard. Tehát a Blizzard még ott van, ami némi pénzt hoz be, viszont uh, az is helyzet, ugye, hogy a Blizzardnek az elnöke lemondott, és hát azt mondják, hogy ő volt az utolsó megmaradt bástya, ami megvédte volna a Blizzardot az Activision-től, úgyhogy hát reméljük, hogy nem fogja teljesen bekebelezni az Activision a Blizzardot ebből a szempontból. Na most, az, hogy a Bungie elhagyta az Activision-t, azzal a legtöbb üzleti befektető a Wall Street-nél valami olyasmit jósolt, hogy csak ebben az évben az Activision valahol 300 és 400 millió dollár között veszített Azért le a kalappal Egy ekkora cég Ekkora összeget Elveszítsen euh, egy évbe Szerintem az elég nagy pofon Bár ki tudja, mert az ő mércéig Szerint a Black Ops 4 Ami 500 milliót Hozott az első Pár napban továbbá A Destiny 2, ami 374 milliót Hozott Amióta megjelent euh, Az nem volt Elég jó. Kérdés, mi lenne jó egy ilyen cégnek? A világ nem elég egy ilyen kategóriájú cégnek és a, és a befektetőinek. Őszinte leszek veletek. Én örülök neki, kell, hogy egy ilyen szintű cég néha megremegjen egy kicsit. Mi marad az activision ezután konkrétan? Tehát, ha valami... Csoda oknál folyva a Blizzard is valahogy leválna az Activision-től, mert hogy most ott nagy a pánik, című történet. Mi, mi marad igazából még az activision -nek a Call of Duty és semmi más? Ha belegondoltok minden uh, címet, minden játékot, amit csináltak régebben, és volt egy-két jó játék régebben, ami az Activision kiadása alatt látott napvilágot, mindent a polcra tettek. Jövőre Modern Warfare 4 fog megjelenni, és beharangozták, hogy hú, egy rég nem látott karakter fog visszatérni, akit mindenki halottnak hit. Szóval megeshet, hogy szóp visszatér. Őszintén szóval visszahozni a halálból szópot. Nem mondom azt, hogy nem lenne egy kellemes meglepetés, de ha már egy sokkot okoztak azzal, hogy kiiktatták a sorozatban, jobb, hogyha halott is marad, mert egyszerűen így tönkretenné azt az élményt, azt a sokkot, ami volt ott Modern warfare amikor ott feküdt előtted, halottan. Na mindegy, és lehetséges, hogy a Modern Warfare 4 az egy, hogy is mondjam, siker lesz, bár szerintem a Black Ops 4 is egy, elég, egy olyan siker volt, amire a az Activision régóta áhitozhatott, hogy őszinte leják. Nem fogják tudni soha már visszahozni a Modern Warfare, illetve a Modern Warfare 2, a Black Ops 2 uh, féle sikereket. Egyszerűen már nem tudnak egy olyan jó játékot letenni az asztalra azzal, hogy évente jelenik meg. Úgyhogy igazából az Activisionnek már nem nagyon marad semmi amiből igazán pénzt csinálhatna, és természetesen ez némi aggodalmat váltott ki ugye a befektetők részéről, és megeshet, hogy ez a nyomozás ennek a következménye lett, hogy milyen üzletpolitikát folytatott az Activision. A részletek még, még egy kicsit így homályosak de és remélhetőleg majd napvilágot fognak látni jobban, hogy hogy alakul a cég sorsa, mert jelen pillanatban uh, esnek a részvények és nincs minden rendben a cég házatáján. Ami a bungee illeti ebből a szempontból, uh, valószínűleg most már a világ ideje meg lesz arra, hogy a Destiny 3-at kifejleszték, és ha jól tudom, az Activision 2020-ra szerette volna, hogyha a Bungie befejezi a Destiny 3-ot és kidobják piacra, az már megint mennyire gyors lett volna a kettő után. De most elég nagy rá az esély, hogy egy Destiny 3 nem fog napvilágot látni egy jó darabig, főleg azért, mert ha jól tudom, akkor a Bungie egy kínai kiadóval 100 milliós uh, üzletet ütött nyélbe, hogy csináljanak egy játékot, aminek nem a Destiny az alapja. Szóval megesett, hogy Destiny Destiny 3 egy jó pár év múlva lesz, van a bungie annyi fejlesztő, hogy talán két játékot tudjanak egyszerre fejleszteni, és remélhetőleg, hogy egy minőségibb, vásárlócentrikusabb, nem pénzéhes praktikákkal teli Destiny 3-ot fogunk kapni egyszer, Habár, ugye, már erre a 100 milliós üzletre is nagyon kíváncsi vagyok, és mi az a játék, ami a Bungie um, hogy is mondjam, nyélbe tudna ütni, vagy mi az a fantázia, ami kijön uh, belőlük. És ezúttal szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen lenne egy világ Activision nélkül, milyen lenne egy világ Call of Duty Black Ops-nél, Call of Duty nélkül általánosan, mert csak elmélkedjünk egy kicsit. Ha az Activision bezárja az ajtót, azt mondja, bocs csődöt mentünk, vagy netán ez a nyomozás csalás ellen ez elfajul, és tényleg kiderül, hogy van valami, és emiatt kénytelenek bezárni. Milyen lenne egy világkód nélkül? Az egyetlen kód, ami életben maradna, az a kód 4 lenne a tört szervereken. Esetleg a Modern Warfare 2, hogyha visszatérne az Alter IV. És uh, azért ez azért nagyon komoly, mert ugye az Activision fizeti a szervereket, ők adják bél a szervereket, és ezeket kibélik vagy jó húsz évre. Uh, úgyhogy, de amint ez megszűnne, valószínűleg akkor egy jó pár Duty-tól elveszítenénk a hozzáférés. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Black Ops 2, uh, mert a Black Ops 1 az futott rendes szervereken, és ezt fel lehetne törni. Black Ops 2, uh, és a Black Ops 2 után következő minden kód konkrétan megszűnne létezni. És hát ja, a kod, kod 4, esetleg az Alter és Modern Warfare 2, illetve a Black Ops 1 megmaradhatna, akkor, hogyha a hackerek feltörik. Szerintem a kod annál sikeresebb soha nem lenne, mint akkor. Mindegyik részével játszanának az emberek. A kod egy jó sorozat, hogyha jó kezekben van. És az Activisionnek már csak ez maradt. Hát, legalábbis azt hiszem, ha fel nem tudnak éleszteni egy-két régebbi jó játékukat, de azok is többnyire single playerek voltak, akkor az Activisionnek nem sok maradt. Hölgyeim és uraim, mi a véleményetek? <laughs> Milyen lenne egy világ Call of Duty nélkül? És szerintetek tényleg, eh, hogy is mondjam, etikátlan üzletpolitikát folytatott valahol az Activision, hogy nyomozást kell indítsanak ellene? Vagy csak az van, hogy a eh, befektetők aggódnak és egy kicsit mélyebben szeretnének belenézni a cégbe? Ez van srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, ha tanultunk valami jót, akkor kérlek dobjatok egy like iratkozzatok föl, nyomjatok rá a csengős Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!